Folytatjuk tovább a harmadik félidőt Juan Carlos Pastorral, és néhány olyan jelenettel, amiről azt gondoltuk, hogy fontos lehet nekünk, és persze elsősorban fontos lehet a Szegednek, mert hogy úgy hírlik a Misterről, hogy azért különösen nehéz az ő csapatában játszani, mert a pálya minden centiméteréről tudja, hogy ott minek kell történni. Nem lehet sem jobbra, sem balra állni az ideális pozíciótól egy centiméterre. Nem tudom, hogy ez mennyire van így. Tehát ez nem igaz. No. Ez así. Tehát, hogy így van, vagy nem így van, annyiban így van, hogy amennyiben az ember a helyén áll, akkor az embernek jobb lesz a teljesítménye. Egy egyszerűen, hogyha ott akar játszani, hogyha mást akar játszani, akkor kevesebbet fog érni, hogyha másod, akkor is. Viszont, ha a helyén van, akkor jobb teljesítmény fog tudni nyújtani. Ennyire egyszerű ez. Jó, akkor tegyük ezt tisztába. Nem úgy zajlik egy edzés Szegeden, hogy ön bemegy a pályára, és megfogja ide, 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 nem, te ide, te ide, te ide. Somos muy, muy, sí, muy específicos. Ilyen pontból nagyon specifikusak vagyunk, igen, valóban. Es verdad que 15 centímetros a un lado. Ez igaz, hogy 15 vagy 20 centivel odébb, az már nem ugyanaz a dolog. Si vas a tu sitio, amennyiben a játékos a helyén áll, akkor jobban teljesít. És ez védekezésben vagy támadásban jön ki jobban. Ugye mostanában volt egy pár olyan meccs. Para todo. Minden tekintetben. Nosotros jugamos mucho con el espacio y el tiempo. Mi nagyon sokat játszunk a térrel és az idővel szintúl. Ventajas temporales, como vannak időbeli előnyök is, amit nem sokára látni fogunk, és ott a kulcs a védekezésben. Az, hogy ők ne alakítsák ki ezeket az előnyöket, mi pedig a támadásban igen. La gente cuál es más difícil. Az embernek mi a nehéz? Atacar a las personas. Nosotros decimos que hay que atacar los espacios. Mi az emberek ahhoz szoktak hozzá, hogy hogy az emberek ellen támadjanak, mi pedig a tér ellen támadunk. Ez egyik titkunk. A tér és az idő filozófiája, jól értem? Igen, természetesen. Ezt még soha nem hallottam így, de ez nagyon jól hangzik egyébként. Lefordítod ezt egy kicsit közérthetőbb nyelvre, Attila? Igen, én azt hiszem, hogy ez azt jelenti, hogy a játékosoknak meg kell érteni, hogy mi miért történik a pályán. És azokat a területeket miért kell használni, amit az edző azt tudja, mert ő ért hozzá, de a játékos nem feltétlenül ért hozzá. A játékos azt látja, hogy szembe van vele egy másik, azt kell valahogy kicseleznem, vagy átlőnöm, de a jó taktika nem az, hogy megyek fejjel a falnak, hanem az, hogy kihasználom azokat a tereket a pályán, ahova jó lehet támadni, és ahol ki lehet alakítani olyan szituációt a védelem számára, ami neki nem kényelmes, és kimozdítani abból a magabiztosságából, amit azt jelenti, hogy állok szembe valakivel, és meg tudom fogni. Az a legegyszerűbb a védőnek, hogyha már alkalmazkodnia kell egy előre kialakított szituáció, az a sokkal nehezebb neki. Az elmúlt időszakban azért volt néhány olyan meccs, ahol a védekezés nem volt egészen tökéletes, vagy néha távol volt a tökéletestől. Hol tart ebből a szempontból a Kiel elleni nagyon-nagyon fontos mérkőzésen a Molpik Szeged? A bábuk pozícionálása szempontjából milyen védőformát mutat ez a csapat? Mert egyébként Pékeleréket nem lehet megfogni. Está claro que podemos sacar una buena defensa. Nyilvánvaló, hogy egy jó védekezést ki tudunk alakítani, de 60 perc során lesznek rotációk. Ez azt jelenti, hogy mindent úgy kell kialakítanunk, hogy 60 percen keresztül egy jó teljesítményt nyújtani. Amennyiben cometemos muchos errores. Hay que intentar ir por delante. Mindenképpen meg kell előznünk a támadást, tehát hogy mi védekezésként diktáljuk, hogy hogyan zajoljon a támadás. Valóban az utóbbi időben szereztek jó néhány gólt ellenünk, de hogyan kaptuk ezeket a gólokat? A támadásban adott labdákból. El partido que no es referencia para aquí, pero es una referencia para el equipo. A csapat számára egy referencia. Például a Tatabánya elleni első 20 perc a Magyar Kupában.
amikor nagyon kevés gólt szerzett a Tatabányom. Mindig tudtuk, hogy mit fog csinálni az ellenfél, mindig mi előztük meg. Mi határoztuk meg, hogy hogyan fog támadni az ellenfél. A Tatabánya számunkra egy jó csapat, egy jó ellenfél. A Kiel természetesen egy még magasabb szint, akár csak a Veszprém is, de ellenük is ezt kell csinálni. Defensas, nagyon fontos lesz az első jó pár védekezés, az első jó pár gól helyzet. És nagyon sokáig ezt fenn kell tartani, 60 percen keresztül, méghozzá különböző védőjátékosokkal, védőformációkkal. Arra gondoltunk, hogy ha már Sander Sagosen elég jól játszott a legutóbbi mérkőzésén, ugye a tegnapi közvetített Flensburg Kielről van szó, akkor megkérjük a Mistert, hogy mutassa meg nekünk, hogy mit kapott Sagosentől, és hogy hogyan lehet őt majd megállítani néhány nap múlva. Azért Attila vezeti majd a beszélgetést. Igen, ugye ez egy speciális szituáció, mert 7-6 ellen játszanak, tehát ilyenkor még sokkal nehezebb egy Sagosen típusú játékost megfogni, aki ugye nem csak távoli zónából veszélyes, de jól is cselez, jól játszik benne, nincsen gyakorlatilag gyenge pontja. Kezével ellentétes irányba is jól cselez a másik irányba is, de valahogy meg kell őt állítani, és azt szeretném, ha itt megmutatná majd a Mister, hogy szerintem mi a jó távolság, amit fölvesznek, föl kell venni a védőnek Sagosen ellen, mert evel kell tudni játszani, ahogy mondta előbb is, hogy a térés az idővel, mert Sagosent egy az egybe megfogni, az nagyon nehéz. Ugye itt egy olyan előkészítés van, amiből érkezik majd középen, és akkor átadom a pályát. Bueno, primero están haciendo un 7 contra 6. Nos, 7-6 elleni játékot játszanak. Y ya hemos visto la primera presión de Peterson, que está muy bien. Láttuk, hogy Peterson nagyon szépen gyakorol nyomást térben, azért, hogy ne kerüljön olyan közel az ellenfél. Y ahora están volviendo a jugar, intentando fijar desde el centro. Y aquí, átteszik arra a játékot. Ott van Pekeler, Horák, stop. Egy kicsit hátra, hogyha lehet, egy kicsit vissza. Tehát ebben a szituációban a legfontosabb a presión de Gottfriedson. Gottfriedson általi nyomás gyakorlása a legfontosabb. Ő az, akinek nyomást kell gyakorolnia. Annak érdekében, hogy ez a játékos odaéhessen. Amennyiben nem gyakorol nyomást, akkor megint csak ott van a ere és az ideje. És akkor kényelmesen odaér a játékos. 7-6 elleni játékban, például a mi csapatunk esetében, Jonas vagy Ricci, claramente este jugador. Nyilván ezt, a játékosra gyakorolni nyomást, annak érdekében, hogy távolabb kapja meg a labdát, és annak érdekében, hogy védő kiérjen végezésre. Él podría haber llegado más y haber presionado más. Tehát kiérhetett volna, és nagyobb nyomást gyakorolhatott volna. Eran muy lejos. Pero Gottfriedson debería de haber presionado más. Tehát Gottfriedsonnak többet kellett volna dolgozni, a jobban ki kellett volna menni a játékosra. Goya annak érdekében, hogy Godja itt most sokkal inkább ki tudjon érni Sagosenre. Ezek nem különösebben magas játékosok. Bodó Richárdnak lesz nagyon fontos feladata majd kettesben? Mindenképpen segítenie kell, ahogy jeleztük is. Con el equipo que hemos salido en Tatabánya. Kiállhatunk a Tatabánya elleni csapattal is, de mindenképpen rotációkra akkor is szükségünk lesz. A csapat struktúrája, hogy hogyan fog működni. Láthattuk tegnap is az első félidőben, hogy Pekeler, Elber nagyon gyorsan felér a labdával, és gyors gólokat szereznek. Tehát a csapat szerkezete rendkívül fontos. Legfeljebb egyet tudunk cserélni, van, amikor kettőt, hármat kell cserélnünk, de mindenképpen egy olyan szerkezetre kell telekednünk, hogy maximum egyet cseréljünk. Ricsit nem tudjuk állandóan lecserélni. Fel kell vállalni a felelősségét annak érdekében, hogy kettesben védekezzen. Hiszen Kálmánt is néha le kell cserélni, ő se tudja végigjátszani, rotálni kell a játékosokat, nagyjából erről van szó.
aztán pedig azt is látni kell, con un cambio, vamos bien, hogy ha jól megy valóban egy cserével, ha nem, akkor ha túl nagy kár ér minket az oldalon, akkor kettőt kell cserélni. Ugye van egy először egy forgatókönyv, a második pedig az, hogy hogyan zajlik maga a mérkőzés, hogyan kell alkalmazkodni. Itt ugye megint fogjuk látni, hogy ha szabadon érkezhet a Sagozen nagy lendülettel, akkor nagyon nehéz lesz őt megállítani. Lesáncolni, különösen viszonylag, ahogy mondta a mester, alacsony védőkkel, mondjuk ez idézőjelben alacsony, mert azért nem kisfiúk, de mondjuk nem két méter fölötti védők vannak. Egy kicsit hátra, ha lehet. Most te kered, Attila, de hátra. Lesz egy ugyanolyan, jó, van egy ugyanilyen jelenet. Hasonló jelenet majd. Itt most 5-5 ellen vannak. Bueno, es una situación, es un error mínimo que se puede... Minimális hibáról van itt szó. Kicsit nehezen. Es un problema de Gottfriedson, que tiene que cambiar y no cambia. Gottfriedson, aki kéne váltania, és egyszerűen nem vált ki. Es un problema de distancia también. Próbálj, ez megint csak egy távolságbeli problémáról van szó. Próbálom visszatekerni, csak... Felső peremmel próbáld meg, azzal mindig könnyen. Aha, azzal jobban menj. De az az előre. Hopp. Igen. Esta es otra, ¿eh? Esta es otra acción. Ez egy másik játékhelyzet. De hasonló, ami az mutatja be, ugye, hogy mennyire sokoldalú játékos, hogy ha kilépnek rá, akkor mit tud csinálni? Hopp, akkor leüti. Sí, eres un jugador muy completo, que puede lanzar, puede nagyon teljes játékos, Attila, nagyon komplet játékos, mint minden tud. De hogy Attila is jelezte, egy olyan játékosom van szó, aki másképp játszik, mint a Párizsban. Párizsban sokkal nyíltabban játszik. Itt sokkal inkább átlövőt játszik, sokkal inkább keresi a lövéseket. Látszik, hogy itt is Gottfriedson lezárhatta volna. De Johannesen. Itt megint csak Johannessennel van egy kicsit a probléma, aki az útvonalát egy picit jobban lezárhatta, vagy megakadályozhatta volna. Ez a meccsen azért bemutatta Sagozen az egész repertoárját. Esta es una situación. Esta es una situación. Egy olyan helyzetről van itt szó, amit sokkal inkább bemutatott a Párizs időszakában, sokkal inkább a Párizsban játszott. És miért játszották ezt meg tegnap? Tegnap így kezdték el, hiszen ki védekezett kettesként? Era Gottfriedson. Gottfriedson. Habitualmente defiende aquí. Aki általában itt szokott védekezni. Decidieron atacarle a él. Úgy határoztak, hogy Gottfriedsonra támadnak rá, annak kérem, kicsit hátrajbb, hogyha lehet. Ez egy viszonylag egyszerű. Una situación defendible. Itt is ez egy kivéthető szituáció. Defendible, que tira a distancia. Hol messzeülő, és adja rovására. Lo que he dicho, que está jugando más a lanzar. Hát itt sokkal inkább felvállalja a lövéseket a Kielben Sagozen. Én azt gondolom, hogy... Egy komplet játékosról nagyon. Yo creo que es más peligroso all-rounder játékos. En las acciones... De sokkal veszélyesebb a nyílt szituációkban, nyílt játékhelyzetekben. Picit beszélünk a támadójátékról, és én azt hiszem, hogy van néhány olyan jelenetünk, amely már vagy Gáber, vagy Bánhidi Bence köré összpontosul, és hogyha ezeket is majd megkapjuk a táblára néhány pillanaton belül, akkor megnézhetnénk, hogy mit tudunk, vagy mit lehet tenni az ügyben, hogy ez majd jól működjön. Ugye itt Attila kezeli most a táblát, és ott van nekünk Bánhidi Bencéről néhány jelenet. Én azt szeretném kérni a Mistertől, hogy tudván, hogy Bánhidi Bence, ahogy a magyar válogatottban, a Szegedben is, védekezésben, támadásban nagyon-nagyon fontos ember, egy picit meséljen nekünk arról, avasson be minket, hogy az ő elhelyezése támadásban, az ő mozgása, megjátszhatóság, az hogyan jön létre, hány meg hány koncepció vezet el odáig, hogy Bánhidi Bence akár 11 gólt szerez egy meccsen, ami ugye megtörtént idén a szezonban. Bueno, él es un jugador, yo creo que decisivo. Olyan játékosról van szó, aki meghatározó a támadásban. Nagyon fontos a védekezésben is. Sokszor csak a támadást nézzük, de nagyon sokat javult a védekezés, és egy komplet játékossá nőtt. Álljunk meg egyet. Hát egy komplet játékosról van szó. Itt például ez az egyik kedvenc jelenetem, mert a Bodó-Bánhidi kapcsolat az nekünk magyaroknak mindig fontos. Al final, végső soron de muchas formas las ventajas. Sokféle módon ki lehet alakítani az előnyöket. A fizikumával alakítja ezt ki leginkább, Bence. Preparado un sistema, porque sabemos que ellos no van arriba.
remeljeli az egyik kezét. És úgy alakítjuk játékezetet, hogy egy alacsonyabb játékos maradjon Benzema mellett. Tehát vagy lövés, vagy passz. Hogyha Ricsire senki nem megy ki, akkor bevágja őt. Hogyha pedig kimennek rá, akkor lepasszolja. Egyszerű ez. Y ellos defienden a un pivote tan grande por detrás. Amennyiben hátulról védekeznek egy ekkora nagy darab beálló ellen, akkor nincs semmiféle megoldás, nincs semmiféle kiút. Ez is egy érdekes dolog, a Bombács és Bánhidi Bence kapcsolata. Mind a ketten lehetetlen dolgokra képesek. Itt például Bánhidinek kellett lehetetlen helyzetből kívülről beforgatni a védőjét. Ugye ez egy elég klasszikus felállás, általában azt szeretik keresni az edzők, hogy egy ekkora beállós, mint a Bánhidi, szembe kerüljön mondjuk egy szélső védővel, aki alapállásból kisebb, és innentől kezdve már ez egy vesztett szituáció a védőnek. És ez az előny. A támadás mindenképpen előnyök kialakítására törekszik. Ami egyébként a Kilt illeti, van olyan játékos, van olyan pozíció, amiben szívesebben mozgatja majd Bánhidi Bencét? Tehát, hogy inkább középen tudja jobban elképzelni, mert akkor jobban leszorítja a falat ugye a lövőknek, Bodónak például, vagy inkább ki a szélére? Bueno, hay que buscar. Todos los equipos tenemos puntos débiles. Minden csapatnak megvannak a gyenge pontjai. Hay que buscarles. Meg kell találni ezeket. Hogy milyen játékosokkal támadjuk meg ezeket a gyenge pontokat. Ezt nem fogjuk megelőlegezni. Igual que nosotros tenemos puntos débiles, is vannak gyengeségek, nekik is vannak, legalábbis azt hiszük, hogy vannak. És ezekre a pontokra próbálunk rátámadni. Bencével, illetve más játékokkal is meglátjuk majd, hogy ők hogyan védekezik ezt le. Egyetlen kérdés a végére, egy nézői kérdés, mert ígértem, hogy egyet még megkérdezek. Azt kérdezik, hogy míg a Szita Zoltán leigazolásának szándékából, illetve valaki azt kérdezi, Emese, hogy esetleg Máté Dominik, aki jól szerepelt az Elverum játékosaként a Szeged ellen, nem jön-e szóba. Szóval Szita Máté, van-e szándéka rá, vagy a Szita sztoriból egyelőre hol tart a Szeged? Vábra is ugyanazt tudom mondani, amit eleinte. Egyelőre a jelen idényre fogunk összpontosítani, és amikor ez véget ér, akkor beszélünk majd arról, ami az elkövetkező idényben vár majd ránk. Ezek a játékosok dolgoznak, javulnak, Magyarországon kívül játszanak. Mindenképpen tiszteljük őket, rengeteg célkitűzésünk van. Egyőre a rendelkezésünkre álló játékosokkal dolgozunk, tudjuk, hogy vannak távozó játékosaink, és eddig is ezek a játékosok mindent megtesznek a Szeged érdekében méghozzá 100%-osan. Mister, nagyon köszönjük, hogy eljött hozzánk. Ez izgalmas volt egy kicsit látni, hogy ön hogyan gondolkodik, hogyan nyúl a táblához akár, és hogyan elemzi a játékot. Nagyon sok sikert a Kiel ellen. Reméljük, hogy lesz folytatás utána is a BL-ben még a Szegednek. Köszönjük szépen, és Attila, persze neked is a mait. Önöknek pedig a figyelmet, egy hét múlva találkozunk, akkor már fogjuk tudni, mi történt a Veszprémmel és a Szegeddel a BL egyenes kieséses szakaszának első meccsei. Viszontlátásra!